termikus kölcsönhatás szemléltetése, felhasznált eszközök, két különböző méretű mérőpohár, hideg víz, meleg víz, a nagyobbik mérőpohárban van a hideg víz, a kisebbikben a meleg víz, két hőmérő, stopperóra és egy táblázat az adatok rögzítéséhez. Megmérem mind a két víznek a hőmérsékletét, ugyanis kölcsönhatásra akkor beszélünk, ha két test hatást gyakorol egymásra, ez hőmérsékletben mutatkozik meg, akkor termikus kölcsönhatásról beszélünk. Én mind a kettőnek megmérem a hőmérsékletét. Egy kis időt várjuk el. Hideg víz hőmérséklete 20 Celsius fok, meleg víz hőmérséklete 45 Celsius fok. A meleg vizet tartalmazó mérőpoharra beteszem a hideg vizet tartalmazó mérőpohárba. És indítom is az időt. Fél perc elteltével, fél perces idő intervallumokban olvasom le a hőmérsékletet és rögzítem táblázatban. Hideg vízé 21 Celsius fok, meleg vízé 43 Celsius fok. Egy percnél fogom legközelebb leolvasni. Meleg vízé 39, hideg vízé 22. A másfél perchez közeledve, meleg vízé 37, hideg vízé 23. Aztán a következő adatok leolvasása két percnél fog megtörténni. Harmincöt a meleg vízé, 19 a hideg vízé, 2,5 perchez újra közeledve. Hideg vízé 25, meleg vízé 33. Hideg vízé 3 percnél 22 és 33. Ugye itt az adatokból is látható, hogy itt mérési leolvasási hiba lehetett, ez 24. De 3,5 percnél vagyok, 27 a hideg vízé, a meleg vízé 32. Látom, hogy egyre jobban közelednek egymáshoz, tehát amit már ennyi adatból is láthatok, hogy a hideg víz hőmérséklete növekszik, a meleg víz hőmérséklete csökken. 4 percnél 28 a hideg vízé,
32 a meleg vízé, mentől következőben már 1 perceket várok. Ugye ez mindaddig fog tartani, amíg a hideg, tehát addig fog a hideg víz hőmérséklete csökkenni, illetve a meleg hideg víz hőmérséklete növekedni, illetve a meleg víz hőmérséklete csökkenni, míg egy közös hőmérsékletet el nem érnek, ekkor áll a termikus egyensúly. 5 percnél már 30 Celsius foka hideg víz és 30 Celsius fok a meleg vízé is, már 5 percnél történt. Úgyhogy megállapítottunk, hogy a termikus egyensúly beállt, tovább már nem változik egyik folyadék hőmérséklet.